Köszönöm szépen. Régi nagy álmom volt egy jégkrémes prezentáció után bármiről beszélni. Jó, hangos orkolásnál nyomok egy stage dive-ot, most előre szólok. Jó, tehát ez egy olyan program, amit a City globálisan használ, borzalmasan egyszerű. Jó, tehát aki arra számított, hogy PhD doktoranduszok könnyeivel írt 30 oldalas értekezés lesz, nem. Nagyon-nagyon egyszerű, de pont ezért nagyon könnyen implementálható bárhol. Jó? Nem csak feltétlenül a diversity, de bármilyen más témában látni fogjátok azt, hogy mire gondolok. Gyorsan csinálok egy overview-t, utána elmondom, hogy mik ezek az úgynevezett network-ök, amiket mi használunk, hogyan néz ki a struktúra, mert a siker kulcsa az a struktúra, jó? Borzalmasan egyszerű modell, de ha nem jó a struktúra, nem fog működni. Nyugodtan lehet egyébként ezt kopizni, akár nálatok is. És talán mutatok három valódi történetet, amit ők szerveztek, jó? Na, mi is egy network group? A network group különböző problémákat próbál megoldani, tehát különböző specializációjuk van, amire ők fókuszálnak, és mindjárt látni fogjátok egy pár szlájddal arrébb, hogy mikre specializálódtak. Ők egy adott problémát vagy kihívást próbálnak megoldani. Ez egy bottom-up és top-down approach egyszerre, és ezt is mindjárt meg fogjátok érteni, hogy miért. Jó? És mivel HR-es prezentáció nem múlhat el úgy, hogy ne legyenek számok, raktam fel pár számot. Jó, ez több mint 2000 munkavállalónk van Magyarországon, ebből 850 ember aktív tagja valamelyik networknek, több mint 20 különböző eseményt megszerveztek idén, és 1700 munkavállalót mozgattak meg. Tehát láthatjátok, hogy valóban működik, tehát a számok alapján is ez egy működő modell. Jó? De miről is van szó? Oké. Jó, tehát ezek a networkök, amit itt látok, a szemfülesebbek már elkezdték felolvasni, hogy mire fókuszálnak, és ha lehet egy tippem, már nagyjából sejtitek, például a Disability Network mivel foglalkozik, igaz? Jó, oké, nagyon jó. Oké, egy nagyon fontos hozzáadandó, hogy szerintem mi HR-esek egy valamit nagyon sokszor elrontunk, azt gondoljuk, hogy minden nekünk kell megoldani. Tehát nekünk kell a legjobb ötletekkel előjönni, nekünk kell megoldani az összes problémát. Nem feltétlenül. Nyugodtan lehet támaszkodni egyébként a munkavállalóinkra. Ez az egész modell, ez erről szól. Tehát ahogy láthatjátok, különböző kategóriák vannak, mint például van a Disability Network, aki a megváltozott munkaképességű munkavállalókra fókuszál, a Generations Network-ök picit mások, jó? Kiszúrta ki, hogy más a színe, hadd lássam kezeket föl, jó? Nagyon jó, ügyesek vagytok, külön pont jár érte. Ők azért, mert egy hónapja jöttek létre. Jó? Jégkrémre vált, igen, majd a kollégát megkérjük, hogy akkor nekem küldje a számlát. Igen, tehát hogy ők egy hónapja alakultak. Tehát ahogy látjátok, ahogyan új problémák merülnek fel, úgy hozunk létre új networköket. Jó? Most nyilván a Generations Network, az X, Y, Z és egyéb generációk hogyan tudnak jól együtt dolgozni, ezzel foglalkoznak. Green Team, meglepő módon CEO Footprint, zöld iroda, ilyesmik. Live-vel, ugye ez a well-being-nek a nagyon kedvelt része, ugye, hogy hogyan tudjuk az egészséges életmód felé terelgetni a munkavállalókat. Parents Network, hogyan tudjuk összeegyeztetni a családot, a szülőséget a munkával, ami nem egyszerű, mint apa, én is magam is ezt megélem. Pride Network, szerintem ez kb. Magáért beszél, tehát nyilván ők az LGBTQ plusz munkavállalóinknak próbálnak segíteni. A Roots Network, a populációnk több mint 20%-a nem csak magyar állampolgársággal rendelkezik, tehát egy eléggé nagy olvasztótégeje vagyunk a kultúráknak. Van a Volunteering Network, ami van mindenféle corporate social responsibility nekünk is, de minden mellett ők segítik a munkánkat, és van a Women's Network, ugye megint csak egy nagyon fontos téma, ugye nők a vezetésben, nők a felső vezetésben, hogyan tudjuk még ezt tovább erősíteni, ezt a vonalat. Jó? Ahogy láthatjátok, azért top-down és bottom-up, van egy senior sponsor, aki jellemzően egy SLT tag, tehát egy senior leadership tag, senior leadership team tag, aki egyrészt az egyik csér, és van egy co-csér, aki pedig a network groupból kerül ki. Na most az SLT tag az általában CEO minusz egy szint, tehát ügyvezető igazgató minusz egy szint, vagy site head minusz egy szint. A network groupnak a csérje viszont az bárki lehet. Tehát lehet egy olyan ember, aki egy éve van a cégnél, vagy 10 éve, ez teljesen irreleváns, az a lényeg, hogy jól végezze a munkáját. Van ezen kívül egy kommunikátoruk, aki a belső-külső kommunikációt csinálja, van egy treasurer, ugye, aki a pénzért felel, és most páran lehet, hogy felhördülnek, hogy hát nekünk erre nincs budgetünk. Nekik mondom el, hogy egy nagyon sokszor előfordul, hogy nagyon sok network group nem kér budgetet, mert abban az adott évben egyszerűen nincs olyan dolog, amire pénzt kéne költeniük,
és enélkül is tudnak nagyon jó eredményeket elérni. Nyilván, hogyha budgetet kapnak, azért kell valaki, aki kordában tartja őket, hogy valóban úgy működjenek a dolgok, hogy aztán a kontroller ne az én irodámat gyújtsa fel. Jó? Nyilván van egy HR-esük, ez a HR-es, hogy ki lesz, az mindig az adott csoporton és az adott évi munkájukon múlik. Tehát, hogy olyan dologra fókuszálnak, ami mondjuk nagyobb buktatókat rejt munkajogi szempontból, akkor egy munkajogban erősebb HR-est fogunk hozzájuk rendelni, vagy egy munkajogászt fogunk hozzájuk rendelni. Ha recruitmenttel, akkor nyilván a recruitment head lesz az ő HR-esük, és ezen kívül vannak a tagok. Ugye ott látjátok alul, hogy körülbelül hány tag van, tehát például a Disability Network-en 90 plusz tag van. Ők a core team, jó? Sokkal több embert mozgatnak meg, de ez a 90 plusz fő csapat az, aki összegyűlik, és elkezdenek azon ötletelni, hogy hogyan tudnánk jobban segíteni a megváltozott munkaképességű embereknek, hogyan tudunk olyan programokat csinálni, ami segít ezeket a céljainkat elérni. És nyilván ott, mivel az SLT member ott van, ezért bármikor, bármi ötlettel feljönnek, és mondjuk budget kell hozzá, be tud menni azonnal a CEO-hoz, vagy bárkihez, akitől tudunk budgetet szerezni, és azonnal tudunk lépni az ügyben. Tehát egy eléggé jól működő struktúra. Jó? Oké. Három példát hoztam nektek, hogy miket csináltak ezek a networkök. Ez a Roots Network csinálta idén, ez egyrészt egy ilyen multikulti event, ahol a munkavállalóink otthon megfőznek mindenféle konyhából, tehát mint a spanyol konyha, magyaros dolgokat behozzák, és a munkavállalóink fel tudnak menni, meg tudják venni, és ami pénz összegyűlt, az a végén kiosztjuk alapítványok között. Idén ez a három alapítvány volt, akit támogattunk, ezt egyébként a munkavállalók szavazzák meg. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy idén 2 óra alatt 750 ezer forintot gyűjtöttünk össze. Tehát egy eléggé jó eredmény. És elég sok embert, nyilván egyébként az étellel elég sok embert meg lehet mozgatni, de hogy ez is egy ilyen alap dolog, és nagyon jó beszélgetések indulnak így egyébként ahogyan ott halljuk az embereket beszélgetni, hogy mit tudom én, ez spanyol konyha, és hogy az anyukám receptje, és a többi, nagyon érdekes, nagyon jó pofa. Jó? A másik, a Disability Network, ők az egyik személyes kedvenceim, amikor megváltozott munkaképességű munkavállalók témában dolgoznak velünk, én nagyon-nagyon sokat dolgozom velük. Idén például tréningeket tartanak, tehát van egy, megint csak azt mondom, semmi nem kellett, volt egy kis befektetésünk, hogy Train the Trainert kaptak különböző alapítványoktól, de idén gyakorlatilag csak meeting roomokat foglalnak, ahova bárki bemehet, és akkor beszélgethetnek arról, hogy például, most mondok valamit, egy kerekesszékes munkavállalónak milyen igényei vannak, vagy mire kell odafigyelnünk, amikor ilyen munkavállalónk van. Bárki bemehet hozzájuk, tényleg fantasztikusan működik, nagyon szeretik a munkavállalóink, de mindemellett van egy olyan feladatuk is, hogy kb. Mint egy bölcsek tanácsa, nagyon sokszor tanácsokat adnak, például nekem is, tehát nagyon sok alapítvánnyal hoztak össze, akikkel együtt tudunk dolgozni, mint láthatjátok, mi fogyatékosságbarát munkahely vagyunk. Tehát nagyon sokat tudnak akár az én HR-es munkámban is segíteni. Mindemellett van egy konzultációs szolgáltatásuk. Tehát, hogyha egy új vezető, vagy egy olyan vezető, akinek még nem volt megváltozott munkaképességű embere, hozzá felmennek, leülnek vele beszélgetni, és elmondják, hogy figyelj csak a Pistinek, problémák vannak a hallásával, ezért erre és erre kell figyelned. És nagyon sokszor aha momentumok vannak, hogy nem is gondoltunk erre, vagy hogy túl gondoltuk a dolgokat. Nagyon érdekes, és hogyha szükséges egyébként, akkor ők leülnek magukkal a csoporttal is, hogy figyeljetek, be fog lépni hozzátok egy megváltozott munkaképességű ember, légy szíves, erre figyeljetek, amikor az első napja van, neki ez a fontos. Jó? Tehát, hogy megint csak egy nagyon érdekes eredmény. És akkor a Pride Network, ők ugye a Pride Marchunkat segítették megszervezni idén, illetve hát folyamatos felvilágosító rendezvényeket tartanak. Mi egyébként a Nyitottak vagyunk, a We Are Open-nek vagyunk a főszponzorai, mind az ügyvezetőnk, mind pedig a Sitehead-ünk ugye tagjai ott a vezetői tanácsnak. Nagyon jó eredményeket érnek el, nagyon jó párbeszédeket tudnak ők is indítani. És nagyon hiteles, mert hogy alulról nagyon sokszor a networkben egyébként vesznek részt olyan emberek, akik vagy érintettek, vagy valamelyik családtagjukon keresztül érintettek. Tehát nagyon érdekes belátást tudnak nyújtani olyan dolgokba, amikre mi nem is gondoltunk volna. Nekem például fix a ideám volt, csak egy kis anekdota, és aztán befejezem, hogy kerekes székes munkavállalók van, akkor csak fotószállás ajtó lehet, és nem. Nyugodtan, mint ők mondták, nyugodtan lehet sima kilincses ajtó, és csak az a fontos, hogy hol van a kilincs, és hogy mennyire erősen húz vissza. Ugye van ez a, mi becsukja az ajtót, hogy mennyire erősen húz vissza. És ilyeneket például én magamtól nem tudtam volna, de ez is egy olyan dolog, ahol ők értéket teremtenek. Jó? Nagyon egyszerű a modell, mint láthatjátok, nagyon könnyen bevezethető. Hogyha bárkinek kérdése van, és szeretne erről még beszélgetni, akkor keressetek meg nyugodtan, LinkedIn-en elértek.
én azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak közös érdeke, hogy ezek a dolgok működjenek. Ha bármi kérdések van nálok, utána a rendelkezésetekre. Gál Balázs voltam, City, köszönöm szépen!